köszönjük Önöket az Agropilotnak a bemutató videójába. Ebben a részben szeretnék bemutatni Önöknek a kalibrálás menetét. Itt a jelen állapotban az XD Plus legújabb monitorunk látható. Minden más monitoron a régieken is ugyanúgy fog működni a kalibrálás menete. Aki tudja, az már sok újdonságot nem fog látni, viszont akik még nem tudják, annak elmondanám, hogy a képen látható jobb oldali ikonokat fogjuk használni, és ebből is jelen esetben a negyedik ikonnál található kalibrálás menü, és innentől kezdve pedig a harmadik ikont kell megnyomni. Itt látható három darab menüpont, mivel hogy nálunk ez még nem beüzemelt gép van, most folyik a beüzemelés. Itt azon kívül van mindegyiknél, hogy nincs kalibrálva, azoknál a járműveknél, amelyiknél viszont már egyszer be volt üzemelve a rendszer, ott mindig az lesz kiírva, hogy kalibrálás befejezve, kalibrálva, viszont akkor is átszereléskor le kell kalibrálni mindegyiket. Lássuk az iránytű kalibrálás menüpontot, megjelenik a figyelmeztető ablak, olyan helyet kell keresni, ahol a gépjármű meg tud fordulni adott ívben, amekkorát az eszköz elbír. Hogyha van utánunk szerelvény, akkor pedig arra vigyázni kell, hogy nehogy összeakaszkodjunk a szerelvénnyel, mert az baleset veszélyes. Amint minden feltétel adott, megnyomjuk a továbbnyilat, és elindulunk az adott kört megtéve. Kettő darab kört kell megtenni, és utána kell megnyomni majd a tovább nyilat, lehetőleg 2 km per órás sebességgel végezzük ezt a folyamatot. Egyenesbe tekerjük a kormányt, megállni nem kell, kitekertük egyenesbe a kormányt, megnyomjuk a továbbnyilat, majd a rendszer kérni fogja, hogy haladjunk egyenesen 100 métert, ezután pedig álljunk meg, megtesszük a 100 métert, majd ezután megállunk. Megvan a 100 méter, megállunk, rálépünk a fékre, majd várunk körülbelül 10 másodpercet, hogy megnyugodjon a fülke, főleg egy rugózott fülkénél fontos ez a megnyomjuk a továbbnyilat, majd kiír a rendszer, hogy sikeresen befejeződött, nyomunk egy ok gombot, és ki is írja, hogy kalibrálva. Következő feladat, kerékszögszenzor kalibrálása. Ehhez olyan helyet keressünk, ahol a gépjármű teljesen aláfordított kormánnyal fog működni, és ellenőrizni fogja a végállásokat. Tehát először balra fog majd fordulni, úgy kell elhelyezkednünk az adott helyen, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ha van utánunk valamilyen szerelvény, azt szoktuk javasolni, hogy jobb oldalra tekerjük ki a kormányt, majdnem addig, ameddig össze nem akasztjuk a szerelvénnyel magunkat, és ezután kezdjük el a kalibrálás folyamatát, mire átér bal oldalra, addig a szinten majdnem mindig befejezi az elmentést. Megnyomjuk a kerékszögszenzort, elindulunk 2 km-es sebességgel, hogy felismerje a vezérlőt, természetesen előfeltétele, hogy a kormány be legyen kapcsolva. Nyomunk egy továbbnyilat, ilyenkor a rendszer figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzunk a veszélyekre, 1,5 km-es sebességgel elindulunk, és megnyomjuk a továbbnyilat. Természetesen a kormányt elengedjük, mert azt már magától fogja végezni a rendszer.
elmenti a bal oldali értéket, megjelenik a tovább nyíl, megnyomjuk, és áttekeri teljesen jobbra a kormányt. Ezt is el fogja menteni. Manuálisan egyenesbe állítjuk a járművet, és megnyomjuk a tovább nyílat. És megvárjuk, amíg el fogja menteni a középállást. Ez mindig a leghosszabb folyamat, a középállás elmentése. Itt ügyeljünk arra, hogy előttünk legyen legalább 100 méter szabad hely. Amikor végzett, akkor megjelenik az ok gomb, és megnyomjuk. És ki is írja, hogy kalibrálva. Következő feladat a felszerelési eltérés. Itt pedig 70 méter helynek kell lenni, ugyanis automatán fogja számolni a 70 métert. Keresünk egy arra alkalmas helyet. Le kell raknunk egy A pontot, és a rendszer automatán le fog rakni egy B pontot 70 méter után. Ügyeljünk arra, hogy a két végpontnál tudjunk megfordulni úgy, hogy nem sértjük meg sem az A pontot, sem a B pontot. Tehát még utána egy Y fordulási helyünk mindig legyen. Pontot. Meg is van a 70 méter, meg is kaptuk a vonalat. Innentől kezdve tovább megyünk, majd megfordulunk a járművel. Ugyanazon a nyomon, kormány bekapcsolásával visszamegyünk. Fontos itt is a 2 km tartása, ugyanis minél gyorsabban megyünk, annál többször fogja kérni a rendszer, hogy menjünk végig ezen a vonalon, sőt egy bizonyos sebesség fölött nem fogja elvégezni a kalibrálást. Itt megjegyezném, hogy azoknál a rendszereknél, ahol még nem volt beüzemelve a gép, tehát nincs kormányzási beállítás, mindenhol egy alapbeállítást alkalmazunk. Ilyenkor a kormányzás még nem teljesen tökéletes, de elvárható a rendszer tökéletes működéséhez, hogy így is az eltérés a két A és B pont között ne legyen nagyobb, mint 2 cm. Éppen látható, hogy most indult el fölül a kalibráció folyamatánál egy százalék állapotjelző, az 45 méternél 49 méter között kezd el számolni, és durván 15 méterrel az A pont előtt meg kell, hogy álljon 50%-nál. Amennyiben ez nem következik be, úgy a kalibráció úgy néz ki, hogy plusz egy menetet fog kérni, tehát a lépéseknél a 4/7 helyett meg fog jelenni 4/8. Ez azoknál fog előfordulni, akik átlépik a 2-2,5 km-es sebességet. Az lehet Y, ha van helyünk, akkor megfordulhatunk. Rendes körbe is, egy a lényeg, ne haladjunk át az A ponton.
visszafele is megtesszük ugyanezt a 70 méteres távolságot. Fontos megjegyeznem, sokszor amikor kezelők végzik el a kalibrálást, ha megjelenik a 100%, de ugyanúgy lesz vissza 20 méter még a B pontig, kötelező átmenni a B ponton túlra, hogy a mentés befejeződjön. Ha 100%-nál megálltok, onnantól kezdve nem lesz jó a kalibrálás. Újra kell kezdeni. Látható 100% megvan, és 25 méter volt vissza a B pontig, de meg kell tennünk. Ő már ki is kapcsolta, mert befejeztük a feladatot, és el is tüntette az adott egyenesünket. És még egy fontos lépés, itt is, amikor megjelenik a kalibrálás menü, itt is okgombra nyomjunk, ugyanis a mégsem megnyomásával elveszik minden eddigi mentésünk, nyomunk egy okot, és a rendszerünk már is mentette a kalibrálást. Innentől kezdve ezzel végeztünk.